Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jön egy kis Warframe. Épp itt az ideje, hogy én is kiadjam az Amazon titkos receptet a kezemből, hogy hogyan és mely warframe illetve fegyverekkel, kedvenc Warframe fegyverekkel csinálom végig a hard módot, illetve hogy talán egyes tippeket, vagy egy legalábbis jelentős tippet adjak nektek abban, hogy hogyan menjetek végig a hard módon. Igen, igen, tudom, tudom, már rég kész vagytok vele, már rég az összes bolygó, ott ficerek az űrhajótokban, dicsekvésképpen. Na de ezt akkor úgy mondom, hogy a jövő generáció, feltörekvő generációja számára, hogy ne érje túl sok meglepetést tulajdonképpen azt az adott egy játékost. Igyekszek fegyvereket mondani, de ugyanakkor igyekszek úgy kombinálni, ha esetleg nem lenne meg egy fegyver, mivel lehetne helyettesíteni azt az adott dolgot, hogy könnyedén meg lehessen oldani a módot. Nem is nagyon húznám az időtöket. Szeretnék beszélni nektek az egyik legfontosabb tipről, hogyha a Warframe nehézségre kerül a sor. Tehát régen is, amikor ugye az elemik szintje megnövekedett, és a killek száma lecsökkent, ugye játék közben, az igen-igen problémás tudott lenni, és a Warframe Tud nehéz lenni. Nem azt mondom, hogy a hard mode az über nehéz, de úgy gondolom, hogy egyes küldetések, főleg ezeken az új átalakított pályákon, igen, igen, megnehezíthetik az életedet. Nem beszél például az olyan küldetésekről, mint az Interception. Elég nagy pályák lettek, és hogyha ezt szólóban kell megcsinálod, akkor igen, igen, macera tud lenni, és bolygónként változik, hogy mely warframe lehet legalább alkalmasabb rá. Én, hogy is mondjam, 95%-ban szólóban mentem a hátmódon, nem azért, mert szólóban szerettem volna menni, nagyon jó lett volna, hogyha néha becsatlakoztak volna hozzám, de én leginkább éjszaka mozgolódom a játékban, így aztán olyankor kevesebb játékos jutott, és kéntelem voltam szólóban csinálni a legtöbb harcot. Nagyon boldog voltam, amikor egy-két defense-nél, vagy interception-nél bejött valaki más játékos, hogy gyorsabban haladjanak a körök, de e, ettől függetlenül ugye leginkább szólóban, és a warframe is úgy válogattam meg, e, hogy szólósabban is túl lehessen élni. De beszélgessünk arról a tipről, most már csak eljutok odáig, hogy elmondjam nektek. Srácok, a hard módban, amire leginkább szükségetek van, az idő. Hogyan nyersz időt a Warframe-ben? Crowd Control-lal. Tömegszabályozásra van szükséged a mode ban A tömegszabályozással időt adsz a fegyvereidnek, hogy legyőzzék azt az adott enemit. Hogyha a fegyvereid is nem a legoptimálisabb modolásban vannak, vagy nincsenek meg egyes modok, a mode ban ha időt nyersz, Crowd Control-lal, tömegszabályozással időt adsz a fegyvereidnek, hogy elvégezzék azt az adott feladatot azon az adott enemin. Nem beszélve, hogy a különböző defense, uh, mobile defense, interception uh, játékmódokban nagyon is szükséged lesz a hardmódra. Úgy nézem, hogy nagyon-nagyon megnövekedett enemi mennyiség van a hardmódban, ezért végképpen szükséged van crowd control és az azokra a fémekre, amelyeket ezt tudják. Uh, régen a Warframe-nek Warframe-ben a Crowd Control egy alap pillér volt. Minden csapatban volt egy Crowd Control-os Warframe, uh, és például én magam régen, hogyha a mentem, az alap volt, hogy egy olyan Warframe-et vittem, ami inkább support volt, sem mint hogy DPS, tehát uh, ha Defense-re mentem, én voltam a Frost, ha olyan pályára mentem, akkor én voltam a vóban, uh, én voltam a vakítós Excalibur, minden, ami Um... supportra ment, azt én vittem, hogyha szólózásra került a sor, mert régen egy fontosabb, fontosabb volt a tömegszabályozás a Warframe-ben, és a DPS ilyen egyenlő arányban volt. Természetesen annyit változott a játék régú, régről, és ez látszott ugye a frémeken is, hogy, hogy megjelentek ezek a frémek, amik über DPS-ek, és önmagukat fenntartják élettel, mint például ugye a Wisp erre egy tökéletesen megfelelő példa, és ha hisztek, hanem a Hard mode viszpet nem használtam, mert nem nagyon láttam hasznát neki. Ha, bocs, egy Survivor-t leszámítva, de oda is inkább valaki mást vittem. Vihettem volna a survivor viszpet is, de nagyjából ki is fújt a helyek mennyisége, ahova én szerettem volna viszpet elvinni a Hard és helyette inkább sokszor tömegszabályozós frémet választottam, hogy időt adjak arra, hogy átgondoljam, hogy átlássam, hogy mi történik a pályán, mert az ellenfelek száma tényleg meg van növekedve. És ez az, ami jó lesik ebbe a játékmódba, hogy visszahozza, mint ahogy mondtam az értékelő videóban, és a Warframe-nek a kicsit régebbi ízét. Nem is húznám tovább az agyatokat, szeretném akkor megmutatni azokat a Warframe-eket, amelyeket én a leggyakrabban vittem a hármódra. Szóval, az egyik Warframe, amit a leggyakrabban vittem hármódra, módra, az a Sarin, illetve a Sarin Prime volt. És leginkább uh, Extermination mission vittem, és hogyha gondoljátok, mutatok egy modolást is, hogyha a sima szaronomnál megvan, akkor, ja, itt van, uh, ez lenne az egyik modolás, amit vittem szaréra, leginkább extermination missionekre. Miért? Mert az egyes, képessége, egyes képessége Grineer ellen, az egyes képessége korrózív damage-et ad, és ugye, ahogy megöltem egy uh, greenir a korrózív, damage elkezdett szétterjedni, felépülni, és amire odaértem az egyes Green-ekhez, uh, addigra már magas korrozív státuszon voltak, és sokkal, de sokkal könnyebb volt őket leölni, akármilyen fegyverrel gyakorlatilag. Nos, a, a lényege a modolásnak az a regeneratív mold lenne, igazából ugye életben tart, és az Arkin Grace, Arkin Energize egyértelmű, hogy miért. Szarin volt az egyik olyan warfare, amit szívesen vittem, Hill elleni Extermination-re. A következő Warframe, leginkább természetesen, ugye Inaros és Inaros Prime, uh, akkor már mutatjuk az Inaros Prime-ot, uh, leginkább boss harcokra vittem, illetve korpusz küldetésekre, néha exterminésre, mikor, hogy melyikhez volt kedvem, de ez volt a legáltalánosabb modolás, és ezt hát szerettem volna megmutatni egy ilyen 2020-as Inaros videóban, de van egy másik titkos modolásom is. Ezt használom leg, legáltalánosabban, ezt az rossz modolást. Mint látjátok, én nem full health-re mentem, helyette kihasználnám a tech, illetve a gladiátor modoknak az előnyét. Továbbá természetesen van egy full is című uh, történet, de nálam ez a favorit Arcing Race és Arking Strike a kardozás miatt. Uh, de a bosszfájtokra iszonyatosan hasznos volt hozzá, leggyakrabban. Leggyakrabban alatt azt értem, 90 ba a stropát vittem magammal. Elképesztően hatékony a fegyver, amit heavy e, atakra buildeltem be, milliós nagyságrendeket hitel, és nagyon könnyű vele e, menni. Hogyha feladja a fegyver, a stropa biztos, hogy nem fogja e, feladni, és sosem rohan ki a. A lőszerből néha vittem a Redeemer Prime-ot is, például a a az esetében Redeemer Prime-ot vittem, azért, hogy mert hogy nagyobb hatótávja van, mint a csopának, és emiatt könnyebb volt vele öm, operálni. Szóval, a következő öm, ilyen Warframe, amit szívesen elvittem akárhova, és az a Trinity illetve Trinity Prime lenne annak is a, tri a linkes változatát gyakorlatilag, és ez lenne az az egyik, bocsánat, hülyeséget mondtam, az is, ez is jó, de ez lenne, mivel az Abating Link benne van. Ugye ez visszaveri a DaVinci-et az enemire gyakorlatilag, és ja, megvéd, Uber OP build, nagyon erős a Trinity, és Survivor-től kezdve bárhol, ahol túl kell élni, csapatot életben kell tartani, ezeket például ezt a Deflection nevű játékmódra vittem a linkes trinity mivel hogy ott ugye a kimentendő túlszokat uh, gyakorlatilag uh, életben tudja tartani, anélkül, hogy folyamatosan azokat a life supportokat táplálni kéne. A Trinity életben tartja, és úgy döntött, hogy egy linkes trinity uh, viszek, hogyha úgy van, akármilyen damage t felém, életben maradtam, és életben tudtam tartani az uh, ellenfeleket is, de gyakorlatilag ezzel a bildel mehetsz akárhova. Uh, Trinity-vel. Következő Warframe. Nagyon sokan használták Vukongot, úgy láttam, de nekem annyira nem. Hildrin volt a másik olyan Warframe, amit a hijack küldetésekre vittem be. Ugye Hildrinnek modolását modulását már egyszer-kétszer megmutattam. Ezek modulások közül akármelyiket vihetitek, mindegyik jól fog működni igazából a hijack küldetéseken. De a Hilden könnyedén viszi el végig bármilyen szinten. A következő ilyen Wolfram, amit nagyon-nagyon sok felé vittem, leginkább Greenier Infested infestett pályákon, de helyenként pálya mérettől függően euh, nagyon jó helyt álltam a limbóval, és bármilyen megvédendő feladat euh, téren. Ez egy sima ez most a sima limbóm gyakorlatilag, de teljesen mindegy. Ugye a limbo 2020 videóban már megmutattam, hogy uh, mire gondolok, uh, egy jó limbo modulás alatt. Uh, gyakorlatilag bármi, amit meg lehet védeni vele, uh, simán megteszi. A következő ilyen vorsém, akivel nagyon szívesen mászkáltam, uh, és, és igyekeztem, az a vóban lett volna. A vóban az gyakorlatilag minden szarba kivethet. A elképesztően jól jött az, a korpus interception küldetéseken, illetve defense küldetéseken, és gyakorlatilag ezen három modolásának a kombinációja, de leggyakrabban ezt a modulást használtam mindenféle megvédendő feladatnál, főleg interceptionnél 280%-os range-el az istennyiláról is behúzza az enemiket. Szóval, ja, mindig azt csináltam, hogy fogtam, és egymásra dobáltam ugye az ultit, és összehúztam őket, és utána a stropával gyakorlatilag kivégeztem mindenkit, öm, aki az utomban állt. A következő ilyen Warframe, és őt elfelejtettem berakni a sorba, de az akkora lenne. Leginkább Infested ellen öm, gyakorlatilag öm, DPS korát használtam, mert hogy miért ne című történet, és is iszonyatosan jól bevált, főleg investe, infestet, mindenféle infestet küldetésem DPS kora nagyon-nagyon jól be tudott válni. Survivorökre a legszívesebben barúkat vittem, egyszerűen <laughs> elképesztő hogy mennyire helyt tud állni, és a reaktív storm az egyszerűen brutális, ahogy ki tudja végezni a zenemi, de azt hiszem egy-két videóban láttatok egy ilyen kis mozzanatokat, hogy, hogy, mit képes csinálni ez a karakter, egy százas szintű survivor -en. és És hölgyeim és uraim, nagyjából, nem nagyjából, gyakorlatilag ezek a favorit warframe-jein, hogyha szólózásra kerül a sor. Ezen warframe-ekkel képes voltam végigmenni ö, a hard módon. Jöjjön egy-két fegyver, amit nagyon szívesen vittem hard módra. Nos, természetesen még sok fegyver várat magára, hogy kipróbáljam, és tervezek egy olyan videót, aminek talán az lesz a címe valamikor, hogy hamis damage fegyverek, amelyekről azt hiszik, hogy jók, de valami nem stimmel velük, hogyha teljesítményre kerül a sor. Na most, az egyik olyan fegyver, amit szívesen vittem magammal, az az A12 cash shotgunom -E volt, e, gyakorlatilag főleg ugye egy sarinnal illetve ugye a Sarin kombinációjával, és a, ennek a viral damage-ével nagyon hatékonyan osztott az enemi, tehát egy tárból gyakorlatilag minden enemű el végzett, ami szembe jött. A kuva bramma természetesen ott volt közötte, de á, most már tudom, hogy miért nem sebzett ez olyan uh, sokat, de valami hiányzik nekem ebből a Kuva Brommából gyakorlatilag, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy ő hiányzott ebből az egészből, most már értem, hogy mi volt a baja. Uh, Korint, illetve Corint Prime uh, volt a másik olyan shotgun, amit nagyon szívesen uh, vittem magammal értető okokból, de attól függetlenül is, azt hiszem már bemutattam, hogy a Karin Prime mennyire jól tud működni. A következő az Ignis Wraith, egyértelmű, az egy nagyon OP fegyver, igazából mindenkit könnyedén leoszt, de azért megvannak a határai az Ignis Wraithnek. A lenzet is nagyon szívesen vittem magammal, de toxin damage-e, tehát értelmeszerűen leginkább korpuszok ellen, illetve ha úgy akadt, akkor infested ellen. A stahaltát, ez egy olyan fegyver, ami meglepően jól működik gyerekek, úgyhogy érdemes ránéznetek erre a fegyverre, mert nagyon-nagyon jól működik mind a két tüzelési módja. A következő ilyen fegyver, is még mondtam azért, egy párat várat magára, a Prisma Gorgonom. Na most a Prisma Gorgonommal én azért csalok, de ez nem, nem, nem szabad szóval levecsülni ezt a, azt az erőt, ami ebben a, ebben a fegyverben van, és minden itt nagyon gyorsan uh, elterített. Armor ide vagy oda, természetesen a Riven azért be tudott uh, segíteni. A következő ilyen fegyver, és az az akceltra lenne, de ezt is leginkább a toxikus változatával az, a, a korpus enemik ellen instant tüntet el bármekkora szintű enemit. A toxikus damage kikerüli a shieldet, az impact damage osztja a shieldet. A lényeg az, hogy amire, és ráadásul robban is a szerencsétlen, amire észbe kapsz, hogy, hogy mi a franc történik, az axeltra már felrobbantotta a félpályát, és mindenki belehalt. Hölgyeim és Uraim, ezek lettek volna uh, az én favorit választott. Uh, ja, még bocsánat, itt az Astilla, igen. Na most az astilla egy Geci OP fegyver, nem szabad uh, lebecsülnetek, srácok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki tudja osztani az Enemit. Ez nem egy aféle hamis damage-ű fegyver, ez üt ez a fegyver, úgyhogy nagyon-nagyon érdemes, ajánlom figyelmetekbe. És ennyi is lett volna, ami a lövő fegyverek listáját illeti, tehát ki, ki is van fújva. Másodlagos fegyvereknél, amit látjátok, az egyik a Histrix, iszonyatosan um, OP, és van egy nekem egy ilyen Just Another Kid Gun uh, című uh, Kid Gun ami nagyon-nagyon-nagyon jól működött ezen összeállításokból, és Gyakorlatilag nálam kifújt a másodlagos fegyvereknek a, a használata, amúgy se nagyon használjuk annyira. Kardok, a stropát ugye már megmutattam nagyon sokszor, és hát akkor lerántom a leplet Blade the Fuck Out című kardomról, amit amit ugye szeretek vinni. Ez az egyik modolás, másik modolás, dobálós modalás, Tehát ezzel szoktam menni, ha dobálni kell az Exodia kontagionnal. Erre voltatok ti annyira kíváncsiak. Szóval, ja, itt jól elrejtettem a videó vége felé. Egyik legópép kardjaim, Twink de azért, mert én nagyon erős rivenem van benne, ezzel mentem a legtöbb Survivor küldetésre, hogyha arról van szó. Penant, a másik, nagyon erős kardom, mert van benne egy nagyon erős rivenem. Ezzel mentem még nagyon sokat, ugye a mert azt már mutattam gyakorlatilag. És, és nagyjából kivon fújva a kardok listája. Paracelsus, hogyha arra került volna a sor, DPS korához ezt a modolást használtam ebben a kartban, de az mindegy, csak egy kart kell, hogy legyen, uh, gyakorlatilag. Szóval, ja, uh, vagy, vagy, még DPS korához lesz mert hogy abban van egy Rivenem is, és ez volt a másik, amit ott használtam. Szóval, hölgyeim és uh, uraim, ennyi, ennyi lett volna a, a, a varázslat, persze, jó, igen, Szilva, én 5 öt is, öt is vittem, őt is vittem, um, de ez, ez lett volna a varázsod. Egy-két e, fegyver, de amint láttátok, a frémek választása inkább a tömegszabályozás felé hajlott, semmint az Uber DPS -e felé. Srácok, ha tudtam segíteni, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, nyom rá a csengő jelecskére, hogy értesítést kapja videókról, csatlakozz Discord szerverünk, az linkek videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!